A baptista szeretetszolgálat segített egy pécsi családnak. Összegyűlt a pénz az autóra. 46 milliót nyerte a Zöld Híd. Családokat támogató gyakorlati szolgáltatásokat alakítanak ki. Jó ötletek és alkalmas vállalkozások. Innovációs konferencia a Kamarában. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják december 2-án kedden. Tartsanak velünk! A pécsi székhelyű Zöld Híd Alapítvány több mint 46 millió forint támogatást nyert az új Széchenyi terv támok pályázati konstrukciója keretében az Európai Szociális Alaptól családi életre neveléssel kapcsolatos tevékenységei megvalósítására. A Zöld Családi Központ elnevezésű pályázat 21 hónapon át valósult meg, 2013 márciusa és 2014 novembere között. A Zöld Híd Alapítvány a családokat támogató gyakorlati szolgáltatások kialakítását, a gyermekvállalás és a munkavállalás összeegyeztetését elősegítő, valamint a családi életre neveléshez kapcsolódó szolgáltatások kialakítását tűzte ki célul. A tevékenységek a pécsi kistérség családjai számára valósultak meg. Legfontosabb programelemeink voltak a szülők iskolája, ezen kívül a családi életre nevelés programok, ez általában középiskolásoknak és középiskolás kollégistáknak. Ezen kívül volt sütőfőző tanfolyam, szabásvarrás tanfolyam, a pécsi kistérség 7 településén valósítottunk meg ilyen családi délutánokat. A Baranya megyei főügyészség adócsalás büntette miatt emelt vádat a pécsi női kosárlabda Kft. Ügyében. Az ügyészség szerint 400 millióról állított ki valótlan számlákat a két vádlott, akik 8 év börtönt is kaphatnak, ha a bíróság elítéli őket. A korábbi 5 gyanúsított közül csak 2-vel szemben emeltek vádat, írja a Pécs Ma. Az elsőrendű vádlott 2007. decemberétől volt a pécsi női kosárlabda csapatot működtető pécsi női kosárlabda Kft. Ügyvezetője, míg a másodrendű vádlott ugyan vezető tisztséget nem viselt a cégben, de a gazdasági döntések meghozatalában komoly szerepet játszott. Tudománykommunikáció a Z-generációnak. Ez a neve annak a projektnek, amely tavaly januárban indult és évvégére kell befejeződjön. A program célja, hogy bemutassa a PTE vonzás körzetében, illetve kötelékében található fiatal korosztály 15-24 évesek számára az egyetem tudományos eredményeit. A program amellett, hogy széleskörű ismereteket kíván közölni, a Z-generációval történő hatásos kommunikációról hozzájárulhat az érintettek pályakép alakításához is. Emellett a tudományos és az üzleti életben egyaránt felhasználható ismereteket továbbít az érdeklődőknek a fiatal generációról. A projekt keretében már jelenleg is közel 20 szakmai tanulmány született, melyek a projekt végére még továbbiakkal fognak kiegészülni. Az imént látott témához kapcsolódik mai vendégünk, aki szeretettel köszöntök, Töröcsik Mária egyetemi tanárt a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karáról. Ez az Z-generációs projekt, ez ugye 2 évre nyúlik vissza, ez egy nagyon komoly 143 millió forintos projekt. Hány kart érint mindez? Kik vannak mozgósítva ebben a történetben? A projektünk az többféle feladat teljesítéséből állt, úgyhogy mondhatom azt, hogy az egész egyetem érintett volt benne. Érintett volt a régió középiskolai hálózata, és azt gondolom, hogy bizonyos tudományterületeken a PhD hallgatóknak az öme is. Tehát eléggé átfogó volt a programunk, többféle aktivitás és kutatás kapcsolódott hozzá. Kik voltak itt a vezéregyeniségek, egyetemi tanárokat gondolom, vagy oktatókat be kellett vonni mindenbe, ők aztán továbbadták a tudást, különféle szekció, csoportfoglalkozások, hogy zajlottak ezek? Hát, ahogy jeleztem, többféle feladat volt, többek között ugye alap feladatként fogalmazódott meg, hogy megismerjük ezt a bizonyos Z-generációt és az Y-generációnak a végét. Tehát mi pontosan a 15 és 25 év közöttieket szerettük volna megismerni és számukra a programokat kínálni. Ugye az egész projekt kiinduló pontja az a tudományközvetítés volt. Tehát, hogy bizonyos célcsoportokhoz el tudjuk juttatni azokat a
tudományos, főképp természettudományos eredményeket, amiket az egyetemünk elért. És ezáltal vonzóvá tegyük a középiskolások számára, hogy jelentkezzenek hozzánk, a nálunk tanulókat megerősítse abban, hogy jó helyen vannak, illetve, hogy további tudományos munkára serkentse őket. Tehát azt mondom, hogy gyakorlatilag az összes kar érintett volt ebben a tevékenységben, de a gerincét a közgazdaságtudományi kar és a bölcsésztudományi karnak a kommunikációs médiakutatós intézete végezte. El lehet képzelni, ennek esetleg van már valamilyen kicsengése, eredménye, hiszen ebbe a két évben beleesett egy felvételi időszak, egy évkezdés, lehet erről valamit tudni, valami pici kis eredményt? Hát eredményeink vannak, többek között ezek a kutatások, amik a fiatalok életkörülményeire, gondolkodására vonatkoztak, valamint a média használati szokásaikra. Ezekről tanulmányokat készítettünk, többfelé próbáltunk publikációkkal ismereteket terjeszteni. Ezen kívül voltak olyan aktivitásaink, flashmob akciók, amivel főleg a középiskolásokhoz közel tudtuk vinni az eredményeinket, felkeltettük a figyelmüket. Ez azért elég széles kört érintett, és nyilván folyamatosan foglalkoztak velünk, vagy foglalkoztunk velük. Készítettünk kutatói portrékat, mert ugye valahol mindig mintát kell adni, hogy miért érdekes ez a tudomány, vagy milyen lehet az egyáltalán. Úgyhogy kutatói portrékat készítettünk, célzottan kifejezetten fiatal oktatókkal, vagy pedig tudományos munkát végző hallgatókkal. És ezek nagyon érdekesek voltak, ezek egyébként angol feliratozással is elkészültek, és ezeket mind a beiskolázási marketing tevékenység kapcsán, vagy a karó bemutatása kapcsán tudják használni a kollégák. Amikor ebbe belekezdtek, gondolom, egyfajta hiány szerettek volna pótolni. Lehet, hogy önöknek volt arra szüksége, hogy megismerjék ezt a korosztályt és nek a korosztálynak az igényét. Mi volt az alapindító motiváció? Hát azt gondolom, hogy ha valaki ezzel a generációval közelebbi kapcsolatba kerül manapság, abban akaratlanul felmerül a kérdés, hogy úristen, ezek most akkor hogy gondolkodnak, hogyan kommunikálnak, hogy lehet őket egyáltalán megfogni. El vannak akadva egyébként az idősebb generáció tagjai, hogy próbálják bevonni ezt a generációt. Mert azért nem egyszerű. Ugye az alapproblémái ugyanazok ennek a generációnak is, mint ami korábban volt. Ugye ebben az időszakban azért az ember nem csak magát akarja megismerni, hanem egyáltalán a világot, amikor már elkezd gondolkodni, hogy akkor mit csinálunk, miért vagyunk itt, én mit fogok ebben az egészben csinálni, milyen céljaim legyenek, mihez mérem, hasonlítom magamat. És hát ilyen szempontból ugye új körülmény az, hogy a információs kommunikációs eszközöknek a terjedésével egyszerűen a horizont is kitágult. Tehát ez a korosztály nagyon sok információt kap, azonnali információkat keresnek, kapnak, és ezt várják el mondjuk a pedagógusoktól is. Tehát másképpen kell velük foglalkozni, és ami még nehezíti a helyzetet, hogy annyira sok inger éri őket, hogy nem feltétlenül az iskolai tanulás áll a gondolkodásuk középpontjában. Így aztán az eredményeinkkel próbáljuk a pedagógusok munkáját is segíteni, ugye egyetemi oktató vagyok én is, tehát a saját munkámban is. Gondolom, hogy majd segítséget fog nyújtani, mert hogy sok mindent megtudtunk. Tehát megtudtuk, vagy megerősítést nyert, hogy milyen fontos a vizualitás, a rövid információ, mert nagyon rövid a figyelmük, főcímekben gondolkodnak, tehát ahhoz, hogy megfogjuk egy téma kapcsán őket, ahhoz biztos, hogy valami figyelemfelkeltő információ kell, be kell őket vonni, és hát azzal is tisztába kell lenni, nem csak nekünk, hanem a társadalom minden tagjának, hogy itt sem a fiatalokról lehet beszélni. Tehát vannak csoportok, és vannak olyan csoportok, akik nehezebben élnek, nehezebben tudnak ezekkel a mai eszközökkel eredményt elérni,
és vannak olyan csoportok is, amelyek teljes mértékben kihasználják ezt a szelfizést, önmegmutatást, és érdekes módon, mert hogy végeztünk ilyen klasszerelemzéseket, tehát csoportokba rendeztük a válaszok alapján a megkérdezetteket, tehát ebben sok a férfi, fiú. Decemberben lesz még két konferencia, ugye teljes zárásképpen. Mikor lesz az első, mennyire hamar? December 3-án és 4-én fogunk két eltérő körnek előadást tartani az eredményekből. 3-án a középiskolai tanároknak szeretnénk egy ismeretközvetítést adni, december 4-én pedig főleg a front office-ban, tehát a hallgatókkal közvetlenül találkozó dolgozóknak egy ilyen beszélgetést és konferenciát szervezni. Töröcsik Mária, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szívesen. Rendkívül összefogásnak köszönhetően egy pécsi családnak nem csak az idei karácsonya lesz szép, hanem a terhek egy része is lekerül az édesapa válláról. A 13 éves izomsorvadásos kislányát egyedül nevelő Sziládi István a Baptista Szeretett Szolgálatnak és közvetve televíziónknak is köszönhetően egy gépkocsit kapott ajándékba. Szeptember elején kereste fel stábunk a Sziládi családot. Az édesapa elmondta, hogy kislánya Dóri ismeretlen eredetű izomsorvadásban szenved. A kislány édesanyja elhagyta őket, egy kertvárosi önkormányzati lakásban élnek. Az édesapa minden vagyona ráment a kivizsgálásokra, gyógykezelésekre, sorozatos költözésekre, autójuk sincs. A család azt tervezte, hogy Dóri elektromos kerekesszékét értékesítik, hogy egy használt autót vehessenek. Aztán sokan felfigyeltek a család szomorú történetére, és a Baptista Szeretett Szolgálatnak köszönhetően vasárnap óriási meglepetés várta a családot. Csodás! Színe tetszik? Mi tetszik rajta neked? Igazából mi? A kedvenc színem is ráadásul, és hát nagyon örülök neki. Még mindig nehéz elhinni. Az autóra a pénzt a Baptista Szeretett Szolgálat gyűjtötte össze alig pár hét alatt. Onnantól, hogy ez az indítatás, hogy elhatározás megvolt bennünk, valóban tényleg felülről kaptuk a segítséget, és pillanatok alatt megoldódott. Tehát mondhatom azt, hogy ilyen 2-3 hét alatt ez tulajdonképpen leforgott, és eldőlt, hogy mi lehetünk azok a szerencsések, akik meg tudjuk őket ajándékozni. A gépkocsit és a kulcsokat a Baptista Szimfonikusok adventi koncertjén adták át a családnak, akik már az első útjaikat tervezgették. Hát azon kívül, hogy haza megyünk, a következő az Öcsés Üvülő lesz. Ott van természetgyógyászunk, barátunk, és mindenképpen menni fogunk. Sziládi István a segítségért cserébe egy elektromos kerekesszéket ajánlott fel a rászorulóknak. Eljárást folytattak a somogyi rendőrök egy pécsi férfi ellen, aki a 2013-as évben az interneten különböző hirdetési és közösségi oldalakon eladásra kínált ruhaneműket, műszaki cikket, bizsó ékszereket, amelyekkel ténylegesen nem rendelkezett. A férfi hirdetései alapján közel 800 sértet rendelt a későbbi gyanúsítottól, amelyek ellenértékét a vásárlók ki is fizették. A megrendelt árut azonban az ígért szállítási határidőben nem kapták meg. A férfi a sértetteket jogtalan haszonszerzés céljából megtévesztette. A nyomozók a férfit azonosították, majd 2013. november 21-én elfogták és őrizetbe vették. A 26 éves A.K. Balázs ellen 3 rendbeli csalás büntet és 774 rendbeli csalás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyt a nyomozás. Az ügyiratait a napokban vádemelési javaslattal megküldték a Fonyódi járási ügyészségnek. Innovációs konferenciát és képzést tartanak mától a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában 3 napon át. Cél, hogy növeljék a megye versenyképességét. Ehhez a helyben született ötletek és felfedezések piacra juttatása kell. Így a térség vállalkozói olyan új termékeket és szolgáltatásokat nyújthatnak, aminek a sikerei révén erősödhet Baranya gazdasága.
A helyi vállalkozásokat kell olyan szintre hozni, hogy képesek legyenek az új eredményekből, ötletekből sikeres terméket csinálni, mondja a Baranyai Iparkamara elnöke. Kér István szerint így zárkózhat fel a megye gazdasága. Például a gépipari klaszterünk ma már ugye 25 vállalkozás, 3000 fő foglalkoztatnak, és több mint 80 milliárd az összárbevételük, akkor ez már egy olyan gazdasági halmaz is, amivel érdemes az egyetemnek is kapcsolatba kerülni, és a struktúrált feladatok megoldásában aktívan részt venni. Ez is szóba került a kamarában rendezett innovációs konferencián. Az iparkamara elnöke szerint kevés a klaszterépítés, ehhez a klaszterek fejlesztésére is szükség van. Jó példa erre a gépipari klaszter. A gépipari klaszternél is bejártuk a szamár létrát, nem csak az innovációs akreditált klaszteri címet nyerte el, hanem ma már az Európai Klaszter Bizottságnak a bronzfokozatát is elnyerte, ami ugye azt jelenti, hogy ők már közvetlenül részt vehetnek az Európai Unió által meghirdetett zárt körű pályázatokon. A jó ötletek tudományos eredményeken kívül erre is szükség van az elnök szerint. Így fejlődhet a helyi gazdaság hatékonyan. A Baranya megyei kosárlabda szövetség hagyományaihoz híven idén is megrendezi a Baranya legjobbja szavazását. A díjazottak száma bővül, idén ugyanis 18 kategóriában hirdetnek győztest. Az, hogy kikre lehet szavazni, a BMKS elnöksége és szakmai bizottságai határozzák meg a 2013-2014-es bajnoki évben nyújtott teljesítmények alapján. A jelöltekre december 28-áig lehet leadni a voksokat a www.bmks.hu honlapon. Híradónk végén főbb témáink még egyszer néhány mondatban. A baptista szeretetszolgálat segített egy pécsi családnak. Összegyűlt a pénz az autóra. 46 milliót nyerte a Zöld Híd. Családokat támogató gyakorlati szolgáltatásokat alakítanak ki. Jó ötletek és alkalmas vállalkozások. Innovációs konferencia a kamarában. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!